A Pilisi parkerdő is csatlakozott a Budakeszi Vadaspark fajvédő programjához, és ennek okán mondhatjuk azt, hogy sokkal nagyobb fókusz került a vadmacskák megmentésére, óvására. Igen, és most erről fogunk beszélgetni Szabó Péterrel, a Vadaspark ügyvezető igazgatójával. Szia, köszönjük, hogy elfogadtad a felkérésünket. Jó estét, sziasztok! Először is kicsit avasd be minket, hogy tulajdonképpen hogy néz ki ez a közös munka? Mit jelent ez a támogatás? Ez egy nagyon egyszerű kis támogatás, hiszen a Pilisi Parkerdő ZRT, a Budakeszi Vadasparknak az alapítója, ezt tulajdonosának is lehet mondani, és hát azt a területet, amely a Budakeszi Vadasparkot alkotja, ezt a Budakeszi Vadaspark üzemelteti. Tehát úgy kell kezelni, mintha mi tulajdonosunk lenne a Pilisi Parkerdő. És azt látjuk, hogy egy nagyon-nagyon szoros és nagyon jó együttműködés van a két cég között, hiszen nagyon fontosnak tartja a parkerdő, hogy azt a szellemiséget, ezt a felelős állattartás irányába mutató oktatási programot, ezt a fajvédelmi programot, amit most például pont a vadmacskákkal fogunk most bemutatni, ezt a Budakeszi Vadaspark viszi, és ezt támogatja, hogy minél hatékonyabban és minél modernebb eszközökkel tudja a vadaspark átadni a látogatóknak. Na és miért pont a vadmacskák kapták meg a fókuszt ebben a programban? Most mindenki tegye föl magával a kérdést, hogy mit tudunk mi a vadmacskákról? Csiti? Soha nem láttam a vadmacskát. Azon felül, hogy néhány héttel ezelőtt talán a Facebookon jött velem szemben egy poszt, amikor is a Börzsönyben, én börzsönyi vagyok, belekacsintott egy kamerába, egy vadkamerába egy vadmacska. De ettől függetlenül soha az életben nem láttam vadmacskát, pedig azért jártam már erdőt nem keveset. Bár nekem most az jutott eszembe, hogy itt, ami van nekünk állandó társunk a stúdióban, ő is egy vadmacska. Hát ő nem őshonos. Ő nem őshonos. Azt tudni kell, hogy a Budakeszi Vadasparkban csak őshonos állatokkal foglalkozunk, illetve olyanokkal, amik betelepültek a magyar erdőbe, illetve a házak köré. És hát mit tudunk tenni ezekért a vadmacskákért? Miért fontos egyáltalán az, hogy legyen vadmacska az erdőbe? Az erdő egészségügyi állapota az nagyon fontos, az a kisragadozó fauna, amely segít abban, hogy például a pocok invázió ne legyen, és az erdő meg tudjon újulni. És mi nekünk erdészeknek az az egyik legfőbb feladatunk, hogy az erdőt fenntartható módon megújuló társulásként őrizzük meg, és ennek egy nagyon fontos faja a vadmacska. És akkor egészen konkrétan mit tudtok tenni egyébként a vadmacskákért? Tehát... Mi mit tudunk tenni? Mindenki más mit tud tenni? Ez is mi azt tudjuk mondani, mi ezt el tudjuk mondani az embereknek Budakeszi Vadasparkként, hogy az erdő szélén, erdő közelében lakunk, mit tudunk tenni azért, hogy a vadmacskákat megőrizzük? Mi a legnagyobb veszély, ami a vadmacskákat fenyegeti? Az ember? Nem, a házi macskák. Hiszen a házi macska összetud keveredni a faj, összetud keveredni a vadmacskával, és hibridizálódik, és feloldódik abban a rengeteg házi macska genetikai állományban a vadmacska. És mit tudunk tenni ezért? Ivartalanítunk, utána beoltjuk a macskánkat, hogyha véletlenül ki is megy az erdőbe, betegségeket ne terjesszen, és azt a vadmacska populációt, amely például a Börzsönyben vagy a belső Pilisben él, ne fertőzzük meg olyan betegségekkel, amelyeket a vadmacskánk egy sima kis tüsszögéssel át tud, illetve elviszük az állatorvoshoz, és utána meg tudjuk gyógyítani. Illetve a harmadik, ami nagyon fontos, az, hogy nem hagyjuk kóborolni. Hiszen gondoljátok végig, él egy vadmacska az erdő szélén, van 100 darab egér. Ő abból simán elél egy télen. De hogyha kiengedjük a házi macskát, ő összefog belőle 20 darabot. 20 darabból még nem okoz gondot. Mert amikor éhesen hazamegy, szépen belakmározik otthon. És amikor a vadmacskának viszont már nem lesz elég tápláléka kinn az erdőben, és a következő évben már sokkal több egér lesz, és az erdőnek az egészségügyi állapota így veszélybe kerül. Ha konkrét számokról beszélünk, akkor nagyjából mire kell gondolni vadmacska populáció szinten? Mert ugye mondtam, hogy én például soha nem láttam, lehet, hogy azért, mert nem állt még rá a szemem, és nem olyan tudatosan járom az erdőt, mint mondjuk ti, de ettől függetlenül ritkán látni. A vadmacska az a lopakodás nagymester, így is szoktuk hívni, és nagyon nehéz észrevenni. Sőt, képzeljétek el, hogyha ezt szabad szemmel nem fogod tudni megkülönböztetni, hogy ez most házi macska vagy vadmacska. Hanem vannak természetesen olyan jelző, folt, tehát hogy azért egy szakavatott ember nagy valószínűséggel meg tudja mondani, de elsősorban genetikai vizsgálat kell ahhoz, hogy meg tudjuk különböztetni. És ezt tesszük mi. Keressük, fotócsapdákkal monitoringozzuk, úgy, ahogy a Börzsönyben a Dunai-Poly Nemzeti Park, aki szintén együttműködik a Budakeszi Vadasparkkal, egyik kollégájának sikerült lencse végre kapnia, ugyanezt tesszük mi is a belső Pilisben. Nekünk is vannak már felvételeink, és a következő lépés az lesz, hogy megpróbálunk egy kis genetikai mintát szerezni ettől a macskától. Hogy lehet ezt?
egy kis szőrt, egy kis dörgölőző fát, egy kis macskagyökérrel megkenegetünk egy oszlopot, oda dörgölőzik hozzá, és abban benne lesz a szőr. És utána azt már genetikailag fel tudjuk tárni, hogy az ő genetikai állomány az most egy vadmacska. Most még újat ne kérdezz, mert azt még mindig nem tudtuk meg, hogy nagyjából hogy áll a populáció. Ezt senki nem tudja. Tényleg? Nem nagyon tudjuk azt, hogy nagyon. És ezért érdemes felkérni, és egy nagyon izgalmas darab, vagy több... Több ezer darabra tippelünk, de konkrét kutatások foltszerűen vannak az országban. És ezért is nagyon fontos ez a faj, mert igazából nem igaz, tehát az elmúlt 20-30 évben voltak kutatások, de teljes körű kutatások Magyarországon nem zajlottak. Őrségi Nemzeti Parkban, a Bükkben, illetve a Budakeszi Vadaspark, a Pilisi Parkerdő területén folytat most kutatásokat, és ezért is egy végtelen izgalmas projekt ez számunkra, hogy megmentsük ezt a fajt. Hiszen nálunk a Vadasparkban is él kettő macska, akiket egyiket tavaly, másikat tavaly előtt mentettük meg. Laikusok mit tehetnek, vagy mi akár miben segíthetjük a ti munkátokat, illetve akkor, hogyha esetleg a ház környékén látunk egy számunkra idegen macskát. Azon felül, hogy ivartolítjuk a saját macskáinkat. Igen. Én azt gondolom, hogy azzal tudok az emberek legjobban segíteni, hogyha támogatják ezt a programunkat, örökbe fogadják a Budakeszi Vadasparkban élő vadmacskákat, de hogyha nem is akarják örökbe fogadni, akkor jöjjenek hozzánk el egy jó futóversenyre, hiszen tavasszal szervezni fogunk egy jótékonysági futóversenyt, ahol nem csak a vadmacskákért futunk, hanem önmagunkért is, hiszen azért azt gondolom, hogy ha valaki egy 5-10 kilométert le tud futni erdőterületen, azért az önmagának is segít. Még azt gyorsan hadd kérdezzem meg, hogy az elején egy kicsit arra utaltál, hogy most a vadmacskákra szegeződik a figyelem, de esetleg a későbbiekben más állatokról is szó lesz? Én azt látom, hogy a vadmacska most nagyon lefoglal minket. Tehát rengeteg akkor olyan, majd meglátjuk, hogy mit rengeteg olyan lehetőség van. Például jövő héten fogunk tartani egy vadmacska konferenciát, ahol az országból kb. 70 szakember fog eljönni ide a Budakeszi útra az Erdészeti Információs Központban, és együtt majd megvitatjuk, hogy mit tudunk tenni ezért a fajért. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük, Péter. Köszönjük, hogy eljöttél.